Szeretettel köszöntök mindenkit a Filmklubban. Ma egy igaz történet alapján készült olasz filmdrámát fogunk megnézni, melynek címe A világ súlya a vállamon. Történet Márkóról, akinek addigi nyugodt, biztos élete 180 fokos fordulatot vesz, de ennek ellenére minden erejével azon dolgozik, hogy a dolgok végül jól alakuljanak. A film után vendégemmel, Magyarorsi Rebeka pszichológussal beszélgetek krízisekről és megoldásokról. Szia, Rebeka! Elég sokféle krízis lehet az életünkben, elég jellemző is, hogy az emberek sok krízissel szembesülnek az életük során. Ebben a filmben, a következő másfél órában milyen, mondjuk így, hogy kihívásokkal teli élethelyzeteket láthatunk? Hát elsősorban olyan krízis helyzetekre érdemes felkészülni, amiben benne vannak olyan normatív krízisek is, ami törvényszerűen megtörténik egy egyén, egy pár, illetve egy család életében is. És hát emellett, vagy nehezítve a helyzetet, tulajdonképpen olyan krízisekkel is találkozhatunk itt, amiket tulajdonképpen akcidentális kríziseknek nevezünk, amik megnehezítik más módon váratlan élethelyzetek mentén az egyén életét, ami lehet egy munkahelyi krízis, ezt a filmben is láthatjuk, a munkanélküliséggel járó nehéz élethelyzet és annak a hozadékai, valamint egy a párkapcsolati vagy családi krízis is jelen lesz a filmben, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy hemzsegni fog ez a film ezektől a krízis szituációktól. Vannak jó tanulságos megoldási módszerek? Érdemes figyelni a szereplők reakcióit? Abszolút érdemes figyelni, vannak benne szélsőségesebb megoldások is, de abszolút láthatunk akár pro, akár kontra oldalról olyan megküzdési módokat, mechanizmusokat, amik érdekesek lehetnek, azt gondolom mindenkinek a számára, hiszen egy krízis helyzetet hát nagyon sokféleképpen lehet megpróbálni kezelni, és hát nem mindig sikerül őket megoldani. A krízisek és megoldások, ezt a megoldásokat én teszem hozzá, mert ugye valahogy a krízis szó önmagában annyira, hát egy ilyen negatív szó, pedig nem feltétlenül negatív, ugye a krízis, hanem ahogy mondtad talán a film előtt, hogy normatív krízis, hát az életnek a velejárója, ha jól értem. Abszolút így van, és hogy bár olyan ijesztőnek hangzik maga a kifejezés, hiszen valami kritikus szituációval találkozunk, akkor az értelemszerűen meghívja azt, hogy valamilyen olyan helyzettel szembesülünk, amit meg kell oldanunk, kezelnünk kell, nem tudjuk kikerülni, és a szokásos megoldási mechanizmusaink egyébként általában nem célra vezetők, tehát új mechanizmusokat, új törekvéseket kell tennünk arra, hogy valahogy ezt a helyzetet kezeljük. Most azért megfigyeltő talán, hogy így a rohanó mindennapjainkban, még akkor is, hogyha mókuskerékről beszélhetünk, azért van elég dolog, amivel foglalkozunk, és hogy ez az abszolút plusz feladat. Viszont talán az fontos, hogy egy fejlődési lehetőséget is rejt magában a krízis, sőt, alapvetően arra szolgál, hogy valahogy akár egyéni, akár páros, akár pedig családi szinten szintet tudjunk lépni, fejlődni, változni tudjunk, és javuljon tulajdonképpen az életünk minősége is. Ez egy ilyen optimista hozzáállás, hogy arra szolgál, de arra szolgálhat, de mondjuk vannak olyan krízisek, amelyeket nyilván senki nem kívánna magának, hiszen akár tragédiával járó események, de hogy kihívással járítják az embert. Viszont ez a szó, hogy normatív, ez azt jelenti, hogy a pszichológia megkülönbözteti azokat a kríziseket, amelyek mondjuk így, hogy törvényszerűen előfordulhatnak az életben, és a másik pedig, amit mondtad, akcidentális? Így van. Ezt meséld el egy picit, hogy mit jelent. Oké, és talán a menti jól szétválasztató, nagyon fontos, amit kiemeltél, hogy hát igen, optimistán fogalmaztam, hiszen nem csak arra szolgál, vagy hát persze azt mozdítja elő valahol a fejlődést, de hogy vannak azért olyan krízisek, amik azért ennél megterhelőbbek, nehezebbek, és nem csak ebbe az irányba hathatnak, mondjuk ez mind a kettő esetben igaz. A normatív krízisek azok a krízisek, amik igazából életünk folyamán törvényszerűen, vagy a lehető legvalószínűbben előfordulnak velünk. Ilyen az, amikor mondjuk akár a saját egyéni életutunkon belül szakaszt váltunk, óvodások, iskolások, serdülők leszünk, és talán a legfontosabbak a serdülőkor, illetve az életközépi válság krízise, így az életszakasz mentén, hogyha ezt elkülönítjük. De ugyanez megvan egyébként a párkapcsolatokban, vannak ott is normatív krízisek, illetve családi szinten. Tehát amikor például, és ezt a filmben is láthattuk, hogy tulajdonképpen a párból egyrészt, hogy kialakul egy párkapcsolat, de aztán az, hogy megszületik az első gyerek, ahogyan családdá válunk, és aztán akár a többi gyermek születése, de hogy a gyermekcseperedés és az ő szakaszváltásaihoz való alkalmazkodás, a pár életében történő szakaszok váltakozása, hiszen minél hosszabb ideig van együtt egy pár, minél tartósabb a kapcsolat, annál inkább változnak ezek a modalitások, hogy tulajdonképpen mi mennek keresztül. Jól érzem azt, hogy a legtöbb krízist az ember automatikusan átéri, anélkül, hogy ezzel mondjuk szembesülnie kéne? Vagy a krízis olyan természeti, hogy azt nem lehet nem észrevenni?
Hát alapvetően azt nem nagyon lehet nem észrevenni, igen. Automatikusnak tűnhet, mert azért vannak olyan szakaszok, most akár a családdá változásra gondolok. Visszagondolok arra, amikor családdá váltunk, hát persze biztos, hogy kritikus helyzetek voltak, meg krízis volt, meg nagy változás, de nem éltem át krízisként, hanem egy folyamatnak, vagy változásnak éltem hát meg. Hát igen, mivel hát már egy folyamatról beszélünk lényegében, és hogy nem biztos, hogy észlelik, hogy na ez az a pont, ez egy kritikus pont ebből a tekintetből. Van, aki észleli egyébként, de hogy inkább egy folyamatról beszélünk, ami nem biztos olyan törvényszerűen, vagy egyértelműen tetten érhető, de az látszik, és valószínűleg akkor te is tapasztaltad, hogy akár a családdá válásban megváltozik a párként is a működésünk, meg új modalitások kerülnek be azzal, hogy már nem ketten vagyunk. Egyértelmű. Szóval, hogy ez a filmben is abszolút tetten érhető. Tehát akkor ez egy jó ismérve a krízisnek, hogy észreveszem, hogy valami történik az életemben, ami eddig nem úgy van, mint ahogy volt, és hogy ez nehéz. Hát és hogy nem biztos, is, hogy tudom, hogy hogyan kell megoldani. Igen, amiatt is, mert hogy hát valószínűleg nem tudom még, és hogy pont emiatt lesz észrevehető, és hogy egy olyan kritikus pszichológiai probléma, ami a legfontosabbá válik az életünkben. Tehát, hogy az ott észlelhető, hogy most valami nem jó, és valami éppen történik. Az akcidentális krízis oldalról pedig, azok meg a véletlenszerű krízisek, tehát akár balesetek, haláleset, ugye a film kapcsán a munkanélküliség, amikor egyik pillanatról a másikra történik velünk valami, amire nem számítunk. Párkapcsolati aspektusból például a hűtlenség. Szóval ezek abszolút ide tartoznak, amire nem vagyunk felkészülve, mert nem természetes, hogy meg nem természetes velejáró, vagy nem törvényszerű velejárója az, hogy ez meg fog velünk történni. Honnan vagyunk felvértezve a krízisekre? Tehát honnan, min múlik az, hogy valaki egy ilyen helyzetet hogyan él meg? Hát nagyon sok tényezőtől függ most, amiket így kiemelnék elsősorban ennek kapcsán, az, hogy a stresszel önmagával hogyan küzdünk meg, vagy hogyan tudunk jól együtt mozogni, az nagyon fontos. Milyen megküzdési mechanizmusaink és stratégiáink voltak eddig. Ugyanazt kiemeltem, hogy a krízis kapcsán ezeket nem fogjuk tudni alkalmazni, bár megpróbáljuk, hanem újakat kell kialakítani, de nem mindegy, hogy mennyire primitívek, vagy mennyire adekváltak ezek a megküzdési mechanizmusok, vagy hogyha a krízis nem sikerül feloldani, akkor abból akár lehetnek olyan maladaptív és ineffektív stratégiák, mint például a szerhasználat, szóval ez akár az a film kapcsán is. Előtt milyen kifejezést használtál? Maladaptív, az tehát hogy jelent? Nem adaptív, nem megfelelően működő, de mégis a megküzdés szolgálja, tehát ide kapcsolódik például a szerhasználat is. Hadd kötekedjek, vagy pontosabban értetlenkedjek egy kicsit. Miért mondod azt, hogy nem biztos, hogy az eddigi megoldási mechanizmusaink működnek egy krízis esetén? Tehát miért nem fogok tudni egy krízisre a saját eddigi eszköztáramból reagálni? Ez abszolút nem kötözködés, nagyon-nagyon fontos kérdés. Hát azért, mert az már egy új minőséget hoz be az életünk, amivel még nem találkoztunk. Tehát apává válni, nem tudom, hogy milyen kérdnek kell lenni apának, mert még nem voltam. Róla. Igen, és ezzel most szembesülök, és ki kell alakítani a saját megoldási, megküzdési mechanizmusaimat. Persze ebbe aztán szerepet játszanak a minták, az én apám milyen apa volt, stb., hogy azzal mit kezdünk, hogyan alakul, vagy így a családtörténet, de ez egy teljesen másik vonal, azt gondolom, de nagyon fontos. Szóval, hogy még nincsenek közvetlen minták. Erre, hogy mit csinálok én akkor, amikor egy ilyen új, nehéz, kritikus helyzetbe belekerülök, és azt, hát én nagyon rosszul hangzik, de akkor találom ki. Akkor fogom megtapasztalni, átélni, amíg nem voltam abban a helyzetben, addig nem tudom, hogy mi lenne az, amit én tennék, még akkor is, ha esetleg van róla gondolatom, hogy mit tennék. De nem nulláról indulok, hanem valószínűleg sokkal mélyebből jönnek a megoldási dolgaim. A kríziseknek van egy olyan sajátja, hogy elképzelhető, hogy két krízis nagyon közel ér, pontosan az egyik még nem ér véget, és már jön a másik. A filmben ugye azt látjuk, hogy itt van egy akcidentális krízis, ami rá csúszik egy normatív krízisre. Picit mesélj, hogy mennyire plusz bonyolodalom nyilván az, de hogy ezt hogyan lehet egyáltalán megoldani, hogyha az embernek így összecsúsznak a krízisek. Ez egy sokkal nehezebb helyzetté válik, pont abból adódóan, amit mondasz, és nem csak, hogy egy normatív, hanem egy plusz akcidentális krízis is rácsúszik erre azzal, hogy a családdá válásait Márkóéknak nem sima úton történik, ahogyan a normál mesdje mentén mondjuk azt, hogy általánosságban beszélhetünk róla, hanem ugye ott azért vannak problematikák, hogy akkor mi lesz ezzel a kisfiúval, meg fog-e maradni ő, hogy alakul az ő élete, ugye ott nagyon sokáig kórházban vannak. Szóval, hogy ez így egyben történik, és hogy ez rendkívül megterel, ugye látszik is, hogy mondjuk a filmben Márkó azért úgy kezel, hogy leválasztotta az egyiket a másikról, nem bírta el azt, hogy ez egyszerre történik, de közben próbálta megoldani az egyik helyzetet, ami potenciálisan, tehát a munkanélküliség kérdését, ami potenciálisan segítheti majd azt, hogy a családjára is fókuszálson. De hát az azért a filmből is érzékelhető, hogy azért a felesége számára ez egy nagyon nagy kihívás volt, hogy ebben egyedül marad. Ez szerintem nem hangsúlyozta eléggé a film, de hogy nekem az nagyon, nagyon érdekes volt azon elgondolkozni, hogy hát igen, de hogy azért a nők ezt nem viselik olyan jól, mint azért, ahogyan mondjuk
ebben a filmben akár feltűnik. De visszatérve a kérdésedhez, az, hogy ez egyszerre van jelen, ez egy nagyon szenzitív időszakká válik az egyén életében, és fontos lesz priorizálni, mi az, amire most tudom ebben a krízis halmazban helyezni a fókuszt, mert hogy... Nekem itt fölmerül a kérdés a film kapcsán, és hát igazából a feleség oda is vágja a Márkó fejét, hogy önző vagy, de hogy ugye az, a Márkó a szent megmentő, és most direkt sarkítom egy picit, így túlzom ezt a képet róla, mert hogy azért fura az, hogy ő ennyire magára veszi ezt a vállat, ezt a súlyt a vállára, hogy ennyire sajátjaként éli meg ezt a munkahelyi konfliktust, miközben érezhető, hogy a családi, tehát hogy tényleg kicsit kivonul a családi térből, vagy az háttérbe kerül, és hogy szerinted ez mennyire reális, nyilván reális, hiszen egy igaz történet, de hogy mi miatt lehet az, hogy valaki inkább azt mondja, hogy a családi teret most nem tudom megoldani, vagy nem tudom, hogy hogyan hozzányúlni, és akkor inkább a munkahelyemen 1500%-kal, és megveszem a céget, és mindenkit megmentek. Tehát van egy ilyen nagyon fura áldozathozatal. Igen, ezen nagyon sokat gondolkoztam én is így a filmet nézve, hogy azért ez nem általános, tehát az, hogy valaki ennyire felvállalja ezt a konfliktust, és azt mondja, hogy jó, én már pedig az aktív szereplője leszek itt az eseményeknek, és ekkorát kockáztatok, mert azért nagy kockázatvállalásról is szó van. Azért nagyon sok ember nem ennyire kockázatvállaló személyiség, ami nem jó vagy rossz, de alapvetően azért kevéssé ezzel találkozunk, sokkal inkább mondjuk azzal, hogy az elbocsátott kollégák kezelik ezt. Igen, hogy azt mondja, hogy adjatok munkát, dolgozni akarok. Van az a része, aki azt mondja, hogy oké, akkor szerzek másik munkát, ezt meg kell oldanom, ezt a helyzetet, és vannak, akik pedig úgy küzdenek meg, hogy én ezt nem merem bevallani otthon, akkor az alkoholhoz fordulok, ugye volt a filmben egy ilyen barát is, aki hónapokig csak alkoholt fogyasztott, ennek hatása abszolút, tehát hogy azért, és erre gondolok nem adaptív megküzdés alatt, hogy igazából nem kezelem a helyzetet, hanem próbálom elnyomni az ezzel kapcsolatos nehéz érzéseimet, hogy ezt nem tudom kezelni. Azt a jelenséget fedeztem fel Márkóban, egy picit úgy érezte, hogy ő neki nagyobb a felelőssége, vagy pontosabban, ha nem tesz senki, akkor nekem tennem kell, tehát a tetrekészsége fölébredt valahogy benne, miközben ő a filmben azért úgy tűnik, hogy egy rendes munkavállaló, aki teszi a dolgát, egy a sok közül, nem egy hős alkat, de olyan dolgok támadnak föl a lelkében, olyan érzelmek és olyan tetrekészség, ahogy mondtad is, és kockázatkészség, ami lehet, hogy az alapszemélyiségében benne van, de a hétköznapjait nem így élte. Viszont megkockáztatja a családi, mondjuk így, egy harmóniát. Megéri? Hát, ez ki tudja, ez nem biztos, hogy ösztönösen. Hát az ő esetében igen, de hogy ez az, amit nem látunk előre, mert ez azért nagyon máshogy is elsőhetett volna, azért szerintem több ponton észlelhető a filmben, hogy azért itt lett volna rengeteg olyan lehetőség, ahol elbukhat, de amit kérdeztél arra még korábban, arra így reflektálnék még, hogy azért az, hogy milyen lelki ellenálló képességgel rendelkezünk, ezt rezilienciának hívjuk egyébként pszichológiai fogalomként, illetve hogy mennyire erőteljes a mi önértékelésünk, az önbizalmunk, azért az érezhető volt. Valószínűleg, hogy Márkónak ez azért rendben volt az életében. Bár voltak kérdések, meg nehéz érzések ebben, de neki mert menni ennek a helyzetek, és nem azt mondta, hogy hát én kis senki munkás itt a többiekkel, egy ilyen szürke folt, igazából nekem hogyan sikerülhetne egy ilyenben, ez nem fogalmazódott meg, mert nem így élte meg magát. És ez fontos, és azért is emeltem így ki, hogy szürke volt, mert egyébként nem azok vagyunk ezekben a közegekben, csak nagyon sokan így élik meg saját magukat, hogy hát pont én, aki nem tudom melyik munka szakaszt végzi csak, és hogy igazából ez így ennyi, de hogy nem. És ő ezt érezte. A párkapcsolatban a krízis, hogyha nem az a párkapcsolatot, hanem az egyént érinti, mennyiben más akkor, mint hogyha mind a kettejük a krízisben benne vannak, tehát például mondjuk egy beteg gyerek esetén. Mert itt látjuk azt, hogy ugye az egyik krízis az végül is a családot is érinti, de Márkó a főszereplője, és abban nehezebben integrálódik a családi egység. Nyilván a gyerek betegségében megvan az egység, de hogy van itt különbség a kettő között, úgy érzem. Hát igen, mert például a társas támogatás nagyon fontos a krízis helyzetekben, és itt azt hiszem, hogy hát Márkó oldalán legalábbis mindenképp ez nem igazán volt meg, hiszen az ő munkatársai, kollégái is veszteséget szenvedtek el, és ugye volt egy családilag is egy olyan kritikus helyzet, amiben ez megélhető volt, tehát hogy itt kevéssé volt talán tetten élhető. Ha a pára nincs krízisben, akkor valószínűleg ő azért tudta volna ebben egy pontig támogatni, és ugye ezt a feleség ki is emeli, hogy ő várta volna ezt. Aha. Emellett, hogy egyébként számíthatsz rám, hogy egyébként mi ebben is együtt vagyunk, hogy ez fontos akkor is, hogy a krízis van, és együtt próbáljuk megoldani, nem pedig úgy, hogy én, mint individuum mit tudok tenni. Az lesz a lényeges, de azért nagyon fontos az, hogy a környezet ebbe be tudjon valahol kapcsolódni, és a munkanélküliség kapcsán pedig az a hangsúlyosodott, a környezet nagyon hamar elveszíti azt a lelkesedést és motivációt, hogy jó, majd segítünk, keresünk új munkát, szóval, hogy ez hamar elveszik, és az nagyon meg tudja nehezíteni
utána az egyén dolgát. Az itt látszott szerintem a filmben, hogy ők azért össze tudnak kapcsolódni. Szívesen megkérdezném, amúgy mindkettőjüket, a feleség aspektusa kevésbé volt kiemelve, hogy ezt ők hogyan csinálták végig, mert hogy azért ez nem általános. Tehát ez a tapasztalat, hogy még ha csak az egyik fél van is krízisben, ilyen mértékűben, akkor ott azért az nagyon meg tudja rengetni a párkapcsolati családi életet, és azért ez egy ennél is fokozottabb helyzet volt az ő esetükben. Amikor a család kerül krízisbe, párkapcsolat és család, és két felnőtt embernek kell megoldani a megoldhatatlannak tűnő problémát, akkor hogyan alakulnak ezek a krízisek? Hogyan lehet egyrészt közös nevezőre jutni, illetve ha mindenketten érintettek vagyunk a krízisbe, akkor hogyan lehet egymást nem vádolva kikerülni ebből a gödörből? Hát talán pont ezért is fontos, hogy beszélünk a krízisről, hogy az nagyon hangsúlyos, hogy mindenki a lehetőségeihez képest legyen annyira önreflektív, amennyire csak tud, tehát hogy tudja magát megfigyelni, meglátni egy-egy helyzetekben, hogy én hogyan működöm, és hogy egy picit ezt elemezni, hogy itt mi történik bennem, mi történik velem, ami eredményezi mondjuk ezt az állapotot. És nem a másikkal, hanem bennem és velem, és hogy én mit tudok tenni ennek érdekében. Van-e nekem szükségem a másikra, ahhoz a helyzethez, és mi az, amit én egyébként tőle szeretnék megkapni, vagy tőle várni, de nyilvánvalóan mindent nem fog tudni a másik pótolni és megadni, abban nagyon aktív és nagyon fontos szerepünk van, hogy hogyan tudunk ebből kilépni, vagy ezen dolgozni, de arra viszont jó ez a tudatosítás abszolút, hogy lehet kérni a másik türelmét is, meg lehet visszajelezni erről, hogy én most ebben vagyok. És általában ezt el is szoktam mondani, nem csak a krízisek, hanem egyáltalán a párkapcsolati kommunikáció kapcsán nagyon fontos az, hogy hogyan kommunikálunk egymással, hogy az tud-e egy tiszta, őszinte, nyílt kommunikáció lenni, ami nem a mindent is elmondok a másiknak, hanem az, hogy én a saját érzéseimről őszintén, ám de nem támadóan, asszertívan, mondhatjuk így, tudok nyilatkozni a másiknak. Saját életből hozott példát hadd hozzak ide. A másik fél elmondja, hogy valamilyen nehézsége van. És én úgy érzem, hogy ezt így látom, értem, de hogy nem tudok mit csinálni a helyzettel, és ez így többször visszajött a mi esetünkben, azt hiszem a gyerek nem alvás kapcsán merültek föl ilyen típusú problémák, és az volt folyton az érzésem, hogy oké, de nem tudom megoldani, közben ment a munka, ezer helyen ott lenni, és aztán addig halmozódott a dolog, hogy túlment a feleségem tolerancia szintje, és mindig mondta, de hát mondtam, igen, de én nem tudtam, hogy hogyan reagáljak. Szerinted ilyenkor mi van, amikor van egy dolog, amit hallasz, a másik elmondja, hogy mi a problémája, de egyszerűen nincs meg a know-how, és talán nem is veszed elég komolyan, amit mond, mert azt érted, hogy oké, hát most ez van, igen, de hogy nem jut el hozzád ugye az információ, mert éppen hétköznap reggel van, és nem tudom, kávét főztök. Hogyan lehet ilyenkor ezeket a mondjuk egymás mellett elbeszéléseket elkerülni? Fú, ez egy nagyon nagy téma, meg egyébként rendkívül fontos is pont, amit mondasz is, hogy ezek nagyon hétköznapi példák sokszor. Alapvetően egyrészt jó, ha meghalljuk a másikat, és hogy nem magunktól, mint egyéntől várni csak és kizárólag a megoldást. Most ebben a helyzetben, amit te mondasz, ezt most itt hangsúlyozom, az előbb ugye nem ezt mondtam, és az másért nem így volt, hanem hogy együtt kitalálni azt, hogy hogyan tovább, együtt ötletelni arról, és ha nem megy, akkor kit lehet még bevonni abba, kitől kérdezhetünk még, ki az, aki esetleg már volt hasonló helyzetben. Szóval, hogy most akár itt a gyerek kapcsán, vagy a gyermekek alvása kapcsán, tehát például ilyesmi, igen, hogy ott mennyire tudunk ráhangolódni egymás, vagy a gyerek szükségletére, tehát ez nagyon komplex kérdés, de azt emelném ki leginkább abba, amit mondtál, hogy nem kell egyedül megoldani ezeket a helyzeteket, hogy főleg az egy nagyon-nagyon fontos pont, hogyha párként vagy családként tudunk tekinteni magunkra, hogy nem én, mint egyén akarom megoldani ezt a szituációt, igen, hanem ebben együtt vagyunk, mint szülők, szülői alrendszer, mi oldjuk meg, mi találunk ki erre valamit együttesen, és abból a pár másik tagja is érzi azt, hogy oké, itt van a másik, számított rá, még akkor is, ha nem tudjuk a megoldást adott esetben. Mert ilyen rengetegszer van. És egyébként általában... Ez egy labda, amit itt tologatunk, hogy akkor itt van a labda, nekem rossz, tessék, old meg. Igen, és hogy ebben tudunk együtt benne lenni, hogy most rossz. Mert egyébként azt látom, meg azt tapasztalom, hogy így a legtöbbször menekülnek ez az emberek, hogy de nem lehet rossz, attól rossz a kapcsolatom, mert most valami rossz érzés van benne, nem érzem jól magam bizonyos helyzetektől. Ja, de hogy ez általános jelenség. Rossz érzések vannak, lesznek, krízisek vannak, és lesznek az életünkben, akármilyen csodálatosnak is gondoljuk magunkat, meg a mi működésünket, ilyen mindig van és lesz. Az nem mindegy, hogy hogyan kezeljük, meg hogyan küzdünk meg ezzel. Ettől menekülnek az emberek? Tehát a krízisektől? De szeretnénk úgy élni, mint hogyha nem lennének a krízisek. A krízisektől is, meg általában a rossz érzésektől. Igen, ez ilyen, és nagyon könnyű az, hogy mert a másik olyan, én ezért vagyok ilyen, meg aha, ezért érzem ezt. És azért
Én szeretem a felelősség végül is. Abszolút, abszolút van benne, és hogy én szeretem így az egyén perspektívát kicsit saját maga felé is fordítani ebből a szempontból, olyan szempontból meg a másik felé is, hogy egy rendszerben, én alapvetően rendszerben gondolkozom, meg ez a vonal az, ami így inkább közel áll hozzám pszichológiai szempontból, hogy abban mi így együtt vagyunk. Persze vannak egyéni problémák a világban, tehát hogy ez nem jelenti, de valahol az is a rendszer működéséből fakad. És hogy itt is tulajdonképpen erről beszélünk, hogy ebben mi össze tudunk-e kapcsolódni. És vannak olyan helyzetek is, ezt általában egyébként férfiaktól hallom, mert ők sokszor megoldás fókuszon gondolkoznak, vagy hát ez mindegy, többször. Ez messzire vezet, hogy mi a háttere ennek, de többször, és hogy ez majd jó, meghallgattam, de most nem tudom megoldani, nem tudok rá mit mondani, és én ettől szenvedek, és ő meg várna valamit. Ez ismerős. Igen. Hát hasonlít ahhoz, amit mondtál, és hogy én azért sokszor azt mondom, hogy már általában megismerjük a másik szükségletét, nem biztos, hogy az az igény a másik oldal, hogy oldjuk meg. Mert az egyébként az én tapasztalatom, meg a fantáziám, igen, hogy igen, hát hogyha meg kéne oldani, akkor megoldanám, vagy mondanám, hogy akkor oldjuk meg, mert én arra vágyom, de hogy legtöbbször az van, hogy az érzéseket jó és fontos is kitenni az asztalra. Igen, hát amikor valaki azt mondja, hogy rosszul vagyok és segíts, akkor nem a megoldáson kell gondolkodni, hanem csak mondjuk oda menni hozzá, megölelni. Te magyarán az empátiás, mondjuk így empátiás készségünket megnyitni. De ez nem egy ilyen általános válasz, csak mondjuk az én esetemben ezt kellett volna csinálnom, de hát ebben talán fejlődtem. Mint minden krízisben fejlődhetünk is. Abszolút. Mondtad, hogy a kínai írás ebben a krízis mit jelent? Veszély és lehetőség. És ez nagyon tetszik, ez a kettősség. Tehát ebbe a két irányba mehet el. Igen, a forgatókönyv. Mikor jön be a szakember, mikor érdemes egy krízis helyzetben szakemberhez fordulni? Én talán azt a szakaszát mondanám, amikor már megpróbáltuk megoldani, már van, ami így a mi számlánkon szerepel, hogy azért tettünk valamit az ügy érdekében, próbáltunk előre mozdulni, igen, de ez valahogy visszacsapódott, vagy visszacsapódott többszörösen, és egyszerűen ugyanabban a kis kerékben szaladgálunk, és nem látunk ki belőle, és úgy érezzük, hogy tulajdonképpen már mindent megtettünk. És ugye ez általában egyébként ez azért az első pár hét és hónap alatt lemegy, tehát a krízisnek az a kritikus szakasza az így nagyjából az első 3-6-8 hét, amíg van ez a nagyon-nagyon intenzív szakasz. Hogyha ez elhúzódik, tehát igazából már 3 hónapon túl, vagy ne agyisten 6 hónapon túl tart, az már nagyon kritikus, tehát ott már mindenképpen. Mert érdemes akkor segítséget kérni. Igen, ott abszolút ezt javasolnám. Ha azt érezzük, hogy beleragadtunk ebbe, és igazából én azt szoktam ilyen referenciapontnak mondani, az az élményünk, hogy mindent megtettem már, ami az én erőmből telt. És nem biztos, hogy meg kell várni azt, hogy elkezdenek tényleg rosszra fordulni a dolgok, csak egyszerűen, ha azt érzem, hogy ebben van egy ilyen nagyfokú tehetetlenség már. Rebeka, szerintem sokat segítettél, nekem biztos, sok mindenben elindítottál egy programot a fejemre, és talán a nézőknek is. Jó volt erről a filmről beszélgetni, köszönöm, hogy itt voltál velünk.